Az utóbbi időben számos díjat kapott Karikó Katalin, aki úgy fogalmazott, számára csak annyi a különbség, hogy azoknál kisebb volt a doppergés, mint a Nobel-díjnál. Hozzátette, ő soha nem az elismerésért dolgozott. Szerinte téves, hogy egy kutatónál a Nobel-díj lenne a cél. Ha megkapja, mi van utána? Tette fel a kérdést. Egy kutatónak az a célja, hogy megértsen valamit. Hát az, hogy most díjazzák vagy nem, hát csak annyiba függ, hogy kap-e a pályázatért pénzt, és hogyan tudja tovább folytatni. Tehát számomra mindig az volt a cél, hogy megértsek valamit, és hát azokat leközöljöm, és a többi kollégának elmondom, hogy tudjanak róla. Tehát ez kell, hogy a cél legyen, és akkor az ember megszokja, hogy mindig kitesz maga elé egy célt, amért lehet nem kap semmi jutalmat, meg semmit, de dolgozik felé, és eléri, és az... Ez egy fontos dolog, tehát számomra nem volt olyan cél, amit nem tudok befolyásolni, mert egy díjat nem tudok befolyásolni, de az, hogy kutatok, azt tudom befolyásolni. A kutató szegedi tartózkodása alatt az egyetemistákkal való találkozásakor is megerősítette hitvallását, mely mentén élte az életét. Ez pedig nem más volt, mint a stressz kutatójaként ismerté vált Seje Jánostól átvett gondolat, vagyis, hogy mindig arra koncentráljanak, amin tudnak változtatni. Az emberek szeretnek valakire, hogyha nem sikerül nekik valami, akkor panaszkodni, vagy másokat okolni, és azon nem lehet változtatni, hogyha díjakat, ilyen pályázatokat nem nyertem meg, hiába blamálom azt, aki nem adja meg, hát az nem segít, hanem arra koncentrálok, hogy hogyan tudom jobban megírni, mert azon tudok változtatni. Hányszor elbocsájtottak az állásomból, ugye, és azon én nem tudtam változtatni, de azon, hogy utána én mit teszek, azon tudok, hová megyek akkor, hogyha most már nincs állásom, úgyhogy mondom, hangsúlyozom, nem kell örülni, hogyha elküldenek az állásodból, de ha így történik, akkor nem azon kell gondolkodni, hogy jaj, hát sajnálkozni és eltölteni az időt, hanem mit a következők, mit tehetek? Ez a lényeg. A Nobel-díjas kutatótól azt is megtudtuk, hogy munkáját tovább folytatja, hiszen az mRNA-s technológia új távlatokat nyitott meg a gyógyszerkutatásban, és remélhetően hamarosan a jelenlegieknél hatékonyabb gyógymódok állhatnak majd az emberiség rendelkezésére. Hogy mely betegségekben jelenthet áttörést, arról is az oltás ellenes hozzáállásról pénteki híradónkban hallhatnak majd Karikó Katalintól bővebben.